Egyelőre még csak az alapozó munkák látszanak a császárkert nagybecskereki fóliatelepének a szomszédságában. November azonban felépül a minden elvárást kielégítő hűtőház és a régió legnagyobb zöldségmosó megcsomagoló vonala. A Prosperity Alapítvány pályázatán a cég elnyerte az integrátori szerepkört. Vajdaság szerte ezekben a napokban mintegy 200 hektára vetnek sárgarépát az épülő feldolgozó üzem számára a gazdák. A mai szakmai napnak a célja az, hogy társalogjunk, és előre lássunk, mi is fog történni a császárkerttel, a kertészettel. Valójában a jövőt próbáljuk ma fölidézni. Szeretnénk a már régóta együttműködő termelőket elhozni, hogy meglássák, hogy is néz ki az a projektumnak a fejlődése, amit a Prosperitáti Alapítványon keresztül, mint integrátor a császárkert megnyert. A Nezsényi Agroszói Fönnvér Szövetkezet hogyan kapcsolódik be az integrátori projektumba, a zöldségtermesztésbe? Hát mindenkinek van, a császárkertek kezdjük, akik szerződéseket csináljuk, kapcsolókat a saját kooperáncsaika is, és mink mind földműves szövetkezet úgy, hogy akarunk bekapcsolódni a sárgarépa kitermesztésbe, a paprika kitermesztésbe, úgyhogy itten látunk egy érdeköt, ahon bírunk, gondolom, hogy jó jövedelemhez jutni. A zöldségfélékben található vegyszermaradványok kizárása érdekében a császárkertben fokozatosan átérnek a biológiai növényvédelemre. Ezt az utat ajánlják leendő partnereiknek is. Az európai és az orosz piac egyre több vegyszert von ki a forgalomból, és akkor támadt ez az ötlet, hogy biológiai növényvédelmet kell lenne majd alkalmazni a gazdák köreiben, és mivel én Gödöllőn végeztem Magyarországon, tapasztalataim vannak a biológiai növényvédelemmel, saját szememmel is láttam, hogy működnek a dolgok. A Császárkert Kft.-t kereken 10 éve alapította 8 muzsai zöldségtermesztő. Jelenleg 80 állandó munkásuk és nagyszámú társas termelőjük van.